Sziasztok! Bevallom, nem terveztem harmadik részt ennek a sorozatnak, de annyira szerettétek az első és a második részt, és annyi lájkot kaptam rá, hogy megváltoztattam a véleményemet. Ha még nem láttátok nyári unalmőző tippek sorozatomat, akkor ide kattintva nézzétek meg az első és a második részt. A mai részben pedig különlegességeket, csemegéket hoztam számotokra, ugyanis kísérletezgetni fogunk. Külföldön nagy trend, ezek a kísérletezgetős, otthoni alapanyagokból elkészíthető videók, nagyon divatosak, és arra gondoltam, hogy én is kipróbálok pár és megmutatom nektek, ami használható belőle. Úgyhogy a mai videómban 5 olyan ötletet hoztam, ami tényleg működik. Nagyon sokat kipróbáltam, és olyanokkal is találkoztam, ami nem működik, pedig tök jól nézett ki az eredeti videóban. Ha szeretnétek ezeket is látni, akkor nyomjatok a videóra egy lájkot, és ha eléri a videót ezt a emelt tétet, ami 8000 like, szóval egy szuper magas szám, akkor ezeket is megmutatom, szeretném tudni, hogy tényleg érdekel-e titeket, vagy pedig nem annyira, úgyhogy ha eléri a 8000 like-ot ez a videó, akkor meg fogom mutatni. Még egy különlegességet tartogatok a videó végén számotokra, ugyanis a gasztrocsatornámra fölkerült már a nyár sláger receptjei videóm, az idei rész. Ide klikkelve nézd meg feltétlenül, ha még nem láttad, szerintem nagyon jó pofa ötletek kerültek bele. Viszont ott nagyon sokan hiányoltatok még ötleteket, amit a mai videóm végén ezért egyel kiegészítek egy kaka emojit, ami ehető, ezt fogok elkészíteni nektek, úgyhogy nézzétek végig a kísérletezgetéseket, és utána pedig ezt az ehető kaka emojit. A nyár sláger receptjei videómat pedig gasztrocsatornámon találod, úgyhogy menj át és nézd meg a többit is, ezek is nagyon jó unalomőző tippek. Az első kísérletezés, ez tulajdonképpen nem is annyira kísérlet, hanem egy különleges dolog létrehozása. Gondoltátok volna, hogy lehet szappanbuborékból kocka alakúakat készíteni? Megmutatom, hogy hogyan. Szívószálakból készíts el egy kockát, szívószálak végét ragasztószalaggal vagy ragasztópisztollyal rögzítsd, és építsd meg a kockát. Amikor készen vagy, a szappanbuborék folyadékat, milyen fura szó ez, ezt talán most mondtam ki először, de minden esetre önts ki egy mély tányérba, úgyhogy a kockát bele tudjad mártani. Mártogass bele 3-4 oldalát, amennyit tudsz úgy, hogy nem pukkad ki közben, és utána egy szívószál segítségével kezd el fújni a négyzet alakú buborékokat. Természetesen nem csak négyzet alakúakat lehet, hanem különböző lufi buborék csatornát sikerült nekem, ezzel lehet nagyon jól elszórakozni, és próbálgasd ki, hogy milyen buborékokat tudsz létrehozni. Írd meg nekem kommentben, hogyha valami különlegeset sikerült fújnod. A második ötlet az egy házilag elkészíthető lávalámpa. No, nem lesz teljesen olyan, mint az igazi boltban megvásárolható verzió, hanem ez csak egy rövid ideig tartó kísérlet tulajdonképpen. Lényeg a lényeg, hogy olajat öntsél egy pohárba, vagy egy hosszúkás üvegbe, és tegyél hozzá ételszínezékkel színezett vizet. A vizet lassan csöpögtesd, és élvezd a látványt. Még hogyha teszel hozzá egy kis sót, vagy esetleg pezsgő tablettát, több recept szerint is, akkor mesterségesen mozogni fognak ezek a buborékok, viszont nekem se sóval, se szódabikarbónával ez nem valósult meg, de azért különleges látványt kaptam így is, jó volt ezzel is elkísérletezgetni. A következő kísérletben azt fogom megmutatni, hogyan tudsz felfújni egy lufit levegő nélkül. A lufin kívül egy nagyobb PET palackra, 2-3 evőkanál szódabikarbónára és körülbelül 1 deciliter ecetre lesz szükséged. Egy töltsér segítségével először kanalazd a szódabikarbónát az üvegbe, majd öntsd rá az ecetet. Most pedig nagyon gyorsnak kell lenned, helyezd rá a lufi száját a PET palackra és lásd a csodát! Ha a varázslat hátterére is kíváncsi vagy, akkor elárulom, hogy a két anyag, amikor reakcióba lép egymással, széndioxid szabadul föl, és ez fújja fel a lufidat. A negyedik kísérletezgetős ötlet az egy tornádó készítése lesz. No, tulajdonképpen csak egy kicsinyített más az igazinak, de a formáját remekül meg lehet figyelni. Egy hosszúkás poharat vagy üvegvázát töltsd tele vízzel, és szórjál hozzá egy kevés glitterport. Tegyél bele pár csepp mosogatószert, és jöhet a lögybölés. Lögybörd körbe, és már is megláthatod a tornádó valóságos alakját. A
Az utolsó kísérleten nagyon sokat gondolkoztam, hogy vajon működni fog-e vagy sem, és bevallom őszintén arra gondoltam, hogy nem fog működni, de nem így lett. Fogtam egy zárható műanyag zacskót, beletöltöttem vizet, és átszúrtam 3 hegyes ceruzával, és figyeltem, hogy folyik-e ki belőle a víz, de nem folyt. A ceruzák tökéletesen lezárták a lukakat, érdemes kipróbálni szerintem ezt a kísérletet, mert nagyon jól nézett ki, sőt, én még rajzolni is megpróbáltam vele. Itt most a kísérletezgetős videó végére értünk, de figyeljetek, mert most jön a kaka emoji alakú finomság. Pár szem körte kell ehhez a finomsághoz, vágd le mindegyiknek az alját. Olvasz fel vízgőz fölött vagy mikrohullámos ütőben csokoládét, és csurgasd rá a körtékre. Utána fogj egy fehér dekortollat, rajzold meg a szeme fehérjét, majd egy barnával a pupilláját. Ha nincsen dekortollad, akkor fondűből is elkészítheted, vagy marcipánból a szemét, ragaszgasd rá a körtékre, és kész is vagy az ehető finomsággal. A nyárs láger receptjei videóm többi receptjéért kattints át Gasztro csatornámra, és ha tetszett, amit ott látnál, és szeretnél több ehető, kreatív dolgot készíteni, akkor iratkozz fel arra a csatornámra is. Remélem, hogy tetszett videóm, nyomjatok egy lájkot rá, ha igen, és kommentben írjátok meg, hogyha valamelyik kísérletet megcsináltátok, és jól szórakoztatok rajta. Sziasztok, legközelebb is találkozunk, szép kreatív napot!